Hát gyerekek, hatalmas jelenetet láttam, ezt úgy döntöttem, meg kell osztanom veletek. Sziasztok! A lényeg az, hogy a Gyömrői úton, ott a gyalogos felüljárónál, ahol szoktak mérni, ott mérnek megint. Hát ugye a Waze az jelezte, meg mondjuk én a gyorsforgalmi mentem, azt ilyenkor ők nem nézik, nekik a Gyömrői számít, ott tudnak amúgy gyorsabban menni, mert ugye két sáv van, egy irányba, tehát ott azért tudnak előzgetni, meg gyorsan menni az emberek. Nem, nincs is ezzel baj, engem már egyszer ott nagyon-nagyon régen megfogtak 108-al az 50-es táblánál, hát az egy kicsit szombos volt, ez egy 90 ezer forintos csekk volt. Nem is ez a lényeg. Azt hittem, beszarok a nevetéstől. Ott van ugye a jó kis fasz a három lábú, most nem tudom, hogy ez az a védás cucca vagy melyik, és nem hazudok, figyeljétek a kezemet, csak a kezemet figyeljétek, öt rendőr áll ott, és nézik a kamerát, és néznek bele, öten próbálnak belenézni a kicsi kamerába így. Hát azt hittem, beszarok, és ott állnak öten, és nézik. Baszki! Azt hittem, behalok! Mondom, milyen a mesében nincsen, hány rendőr kell egy trafipaxhoz? Lehetne egy ilyen vicc is. Hány rendőr kell egy trafipaxhoz? Öt. És ebben az a vicc, hogy nem vicc. Hát azt hittem, beszarok. Ez is már olyan, mint az építőipar. Tudjátok, hogy az egy dolgozik, a többi meg így tartja az ásót, és így támasztja a fejét rajta. Hát most már a rendőrszakma is ilyen lesz, úgy néz ki. Két rendőrautó van ott, és öt rendőr áll mellette, illetve a háromlábú környékén. Hát azt hittem, lemegyek hídba. Mondom, ilyen a mesében nincsen. Hát mondom, ilyen nincs. Ez az, amit nem akarok elhinni. Aztán ugye arról nem is beszél, hogy a terminálon is egy szerencsétlen, aki félreállt a forgalom elől lezárt területen, hogy utasokat rakjon fel, de ez is milyen már, ugye behagytasz a terminálra a prémium parkolóba, ugye közvetlenül a terminál előtt akarsz megállni. Alapból ugye napi két behajtás az, ami ingyenes, tehát amiért úgy konkrétan nem kell fizetni, azon felül kell fizetni. Na most, hogyha ezen túllépsz, akkor hogy van 10 perc, vagy hogy van 5 perc 400 forint, azon túl meg 2000 forint, ha jól emlékszem. Igen, 2000 vagy 1200. Mindegy, ettől függetlenül ez horribilis összeg. Viszont szerencsétlen bepakolta az utasokat, elindul, 10 méter múlva a rendőr kiinti. Na most abból, míg ők ott azt lepapírozzák meg minden, az simán belefut a 2000-be, ha nem többbe. Szegény. Úgyhogy ez ilyen. Szoktak a rendőrök ott is ellenőrizni autókat, de már ahogyan kijössz a sorompón, ugyan a terminál elől eljössz, kinyílik a sorompó, kimész, és ott szoktak állni. Bazd meg, és tényleg, de ezen még mindig ki vagyok akad. Ez most történt egy 10 perccel láttam körülbelül, hát azt hittem, beszarok. Hát mondom, ilyen nincs. Öten állnak ott, de tényleg így szűken egymás mellett, tehát a gyülekezési törvényt frankon megsértik, és néznek bele így, nézegetik. Tehát mi? Öt rendőr kell ahhoz, hogy nyugtázzanak egy gyorshajtást? Elképesztő. Komolyan mondom, elképesztő. És ilyenre mennek el adóforintok, ahelyett, hogy azok a rendőrök, ne adj Isten, járőröznének, vagy inkább merezték a següket az irodában, az is, annak is több értelme van, mint ott állni öten. Mert ráadásul ugye nem kiszedik, tehát nem szedik ki az autósokat, itt lefényképeznek, az kiküldik postán. Tehát még azért se, és nem is arról van szó, hogy akkor ők ott kiszednek, és akkor hát azt nem hiszem el, komolyan. Azonban nem tudtam lefényképezni, mert hát azért én a gyorsforgalmi mentem 70-nel, tehát az azért úgy, tehát így gyorsan vettem észre. Tehát nem volt időm elővenni telefont, vagy akár a kamerát, hogy levideózzam. Visszafele már utassal leszek, úgyhogy akkor azért nem fogom tudni megcsinálni, meg szerintem addigra már nem is lesznek ott. Mert amikor mentem a reptérre, akkor még nem voltak ott annyian. Akkor kettő rendőrt láttam, amelyik ott téblából. Esküszöm, ilyen nincs. Na jó, srácok, ennyit akartam, nem kell feliratkozni. Köszönöm, hogy megnézted a videót.
megnézheted a többit is, nem kötelező, azt csináltok, amit akartok, gyönyörű, szép pénteki nap van, egyébként végre kisütött a nap, ugye szar idő volt az elmúlt napokban, megint csak nem tudom, mikor fogjátok kilátni ezt a videót, majd látjátok. Az egyik, hogy most szép idő van, most ki kell menni, kire dudálnak, jelent? Na tessék, itt vannak. Mondjuk ezek valószínűleg nem ők voltak. Na mindegy, kösz a figyelmet, hello!